Az Italika Fishing első úszós horgászkupa 9. fordulóján a török bálinti tavon mérettették meg horgásztudásukat és felszerelésüket a versenyzők. A versenysorozat legidősebb résztvevője idős Guris Atti Gyula, aki még 78 évesen is aktívan hódol horgász szenvedélyének. Idős Guris Atti Gyulát szintén a vízparton találjuk itt a versenysorozatban. Most már ez a 9. verseny. Igaz, hogy nem volt mindegyiken részt, viszont nagyszerű pecákat hajtott végre. Milyen volt a mai napja, hiszen itt, ahogy hallottam, csörgött-zörgött minden? Igen, hát botom eltört, és én úgy ítéltem meg, hogy ez a nap a halaké volt, nem az enyémé. Tehát olyan öreg urassal horgáztam. Én nem versenyt akarok nyerni, hanem passzióból, szórakozásból csinálom. Tehát a tegnapi naphoz hasonlítva sokkal gyengébb voltam, de hát ez a halakon múlott, nem ér rajta, mert ugyanúgy itt ültem, ugyanúgy próbáltam csinálni mindent, és nem jött össze. Tegnap mennyit fogott, és ma mennyit? Tegnap 28 kg 60 dekát fogtam, ma meg talán 12-13 kg lesz. Gyenge kezdés volt, mert ugye, ha jól tudom, reggel csak egy pár darab keszeget fogott, viszont láttunk egy nagy pontyot is, akkor törtek a botok. Igen, a reggel keszeg jött pár darab, úgyhogy 2,5 órán keresztül szinte semmi nem volt. Utána jött egy amúr, egy ponty, meg a végén két ponty, meg még egy pár keszeg. Így lesz körülbelül 12-13 kiló, vagy esetleg egy kilóval több, nem tudom. Majd utána hozzák a mérleget, és akkor mérik meg. Tehát eleinte akkor rakósbottal horgászott, viszont akkor, amikor ugye tört, utána már át kellett szerelni a meccsre. Utána meccsbottal horgáztam, azzal is fogtam egy pontyot, az egyiket azzal fogtam, és talán 5 vagy 6 darab keszeget. Ez az utolsó 45-50 percben volt, hogy eltört a bot, mondjuk utolsó órába. Gratulálok azért a horgászathoz, jó egészséget kívánok, és bizonyára sokan szeretnénk ennyi idősen is a vízparton lenni. És találkozunk önnel még nagyon sokszor. Remélem még sokáig szeretnék horgászgatni. Ha már láttuk a verseny legidősebb tagját horgászni, akkor nézzük a legfiatalabbat, aki ráadásul az indulók között is egyedüli hölgy. Nem csak a férfiak kardoztak az óriási amurokkal és pontyokkal. Tomozi Alexandra szinte akrobatikus mozdulatokkal, egyben hatalmas elővel, kitartással és nagy küzdelemben, de partra parancsolta a halakat. Zoli Adácson abszolút első lettél. Tegnap is volt itt Török Bálinton egy forduló, meg ma is. Ma reggel egy kicsit nehezen vagy döcögősen kezdtél, de aztán ráhajráztál. Mi lett a vége? Igen, sajnos egy olyan helyre sikerült beülnem, ahol tegnap nem horgászott senki. Tehát egy ilyen viszonylag nem feletetett szűz pályán horgáztam. Sajnos így több idő kellett, hogy ide találjon a hal, de a végén azért sikerült egy kicsit hajrázni. Így a szektor 3-as lettem 40 kiló hallal. És hogyan horgásztál, mi volt, ami nálad bejött, illetve nyerő volt? Hát igazából szerintem a kisúszó volt jó, egy ilyen fél gram körüli úszó, és egy viszonylag hosszabb előke, hossz elfektetve, egy ilyen 30 centi, ami feküdt a víz alján, vagy a mederfenéken, és az úgy jó volt, azt tette meg inkább a hal. Csak rakoztál? Próbáltam a matchbotot is, egy 2x5 percet, de kapásig nem jutottam el, úgyhogy azt végül is hanyagoltam a végére. De szerencsére ide állt a hal. És akkor szektorban most hanyadik lettél? Most 3. lettem a szektorban. Gratulálok neked! Köszönöm szépen!
Tamás, még nem láttalak ezen a versenysorozaton. Hogy kerültél most ide? Invitált a szervező, Tomozi Tamás már régóta kerget, hogy jöjjek el erre a versenyre. Most tudtam időt szakítani rá, de nagyon élveztem. Jó horgászat volt. Először voltál itt, az A1-es sorsolták a részedre. Meglepetés lesz a végén? Bizakodok, hogy sikerült megnyerni a versenyt. Ha jól hallottam, akkor szektor első lettem. Az összesítést még nem tudom. És hogyan horgáztál a mai nap, illetve tegnap sem voltál, mert ugye ez két forduló volt itt ezen a tavon. A mai napon akkor hogy horgáztál? Csak rakósbottal horgáztam, rakósbotra készültem, 11,5 méterbe. Egyébként nem ismeretlen a víz számomra, itt lakok nem messze, és sokat járok ide horgászni. Meccsbotot hallottam, hogy sokan készülnek rá, de én azt elvetettem. Azt csak úgy összezavarta volna a horgászhatomat, úgyhogy rakósbotta horgáztam végig. Kukoricás etetéssel, kukoricával csalisztam, és a főhal az ponty volt. Próbáltam az amúrokat is Horoghegyre csalni, de azokat ma nem sikerült, pedig nagyon sok amúr is van a vízbe, de ők ma nem voltak annyira étvágyuknál. Köszönöm szépen, és gratulálok neked! Köszönöm szépen én is! Józsi, adáson 90 kiló körül fogtál, tegnapi nap folyamán 80 kiló körül. Ma megdöntöd ezt? Hát ma is jött sok hal, az igazság, de hát nagyon nehéz volt ez a verseny. Hát tegnap is volt egy, és már kezdünk kifáradni. Itt a török-bálinti amúrok, azok híresek arról, hogy nagyon mennek, össze-vissza törték az összes merítőmet, úgyhogy nem volt egyszerű a versenyzés. 40 dekával maradtam a második helyről, Rizmeyer József megvert, ilyen 61-62 kiló körül fogtam most. Akkor összesítőben tudod, hogy körülbelül hanyadik helyen állsz most, hiszen ez most már a 9. forduló. Igen, így van, most kiszámoltuk. Hát a lista alapján a 4. helyen vagyok, de ugye van lehetőség 3 legrosszabb versenyt eldobni, és mi már azt is matekozzuk, de sajnos még ott is a 4. helyen vagyok, de Tomozi Alexandrát nagyon megközelítettem, úgyhogy van mitől félnie. Akkor ezek szerint lesz meglepetés. Milyen volt a tegnapi és a mai napi horgászatod? Nagy különbség volt a két nap között? Igazából nem, ugyanazt a pecát csináltam, körülbelül a súlyom is hasonló volt, itt ez az erjesztett etetés nagyon működik, csak hát odaállnak az amúrok, azokat meg is kell fogni, tehát kell hozzá bot, gumi, horog, hogy kibírjuk venni, és nem beszélve arról, hogy merítő legfőképpen, aki idejön, az nagyon nagy merítőt hozzon, és minél vastagabb nyéllel. És nagyon nagy halakra lehet számítani. Így van, pontosan. Nagy halakat fogtunk. De hát ez benne van a pakliba igazából, hát elfáradtunk rendesen, de nagyon jó verseny volt. A tegnapi és a mai is fantasztikus volt, ezért jöttünk. A 9. fordulón vagyunk túl, nehéz és küzdelmes hónapok, hetek, és egy nehéz küzdelmes két napon vagyunk túl. Igen, az az igazság, hogy ez a hónap az egyik legsűrűbb hónap volt versenyzés szempontjából. A versenysorozatban ugye adáson kezdtünk,
ahol ti is voltatok forgatni, majd Palotaváros érkezett, és ugye itt a Török-bálinti horgászparkban egy rendhagyó dupla hétvégén horgáztunk két külön fordulóban. Nagyon szép fogások és nagyon szép eredmények születtek, és igazából amiért ezt az egész versenysorozatot életre hívtuk, az megvalósult, mert csak mosolyal és elégedett és elfáradt embereket láttunk ugye most is. Több mint 40 kiló fölötti átlagfogás született a hétvégén. Erre számítottatok? Tehát egy horgászat szempontjából azt adta a víz? Érdekes módon az A-szektorban és a B-szektor elején volt egy olyan rész, ahol annyira rakósbotra most nem állt ki a hal, és azokon a helyeken, ahol a kiemelkedő legjobb fogások születtek a tegnapi napon, érdekes módon ott sem lehetett annyi halat fogni. Most valamiért inkább a szektor közepén nálunk állt meg jobban a hal, és persze az A-szektornak a legelején az azért nagyon halas volt, ott 70 kiló feletti fogások születtek az első helyeken. Nagyon szép számmal megjelentek, mondhatni azt, hogy már zavaró volt a dévérkeszeg és a keszeg jelenléte is a pályán. Nagyon gyönyörű keszegállománnyal rendelkezik, de amikor keszeget fog az ember, ugye akkor viszont nem fog nagy súlyú, nagy testű halakat. Igazából a rengeteg keszeg, mondhatni azt, hogy azért sok helyen belezavart a horgászatban, a nagyhal fogásba. Születtek most is felszerelés próbáló fogások. Nagyon sok bottörés történt a páros hétvégén. Több rakós bot is áldozatul esett ennek a hétvégének. És ugye ne felejtsük el, hogy itt lesz majd egy éjszakai versenyünk is. Nagy valószínűséggel ott is. Mindenki inkább az erősebb felszerelését szeretnénk, hogy bekészítse, ha csak nem akar valami kárt szenvedni. Nagy meglepetések születtek? Abból a szempontból igen, hogy két szektor egyet is horgáztam, és ugye eddig ez nem volt jellemző. Ez főleg nagy részt annak köszönhető, hogy most ezeken a horgászatokon elengedtem már az összes többi szervezéssel adandó feladatot, és inkább a horgászatra koncentráltam, és ez meg is látszódott az eredményeken. Gratulálok neked. Köszönöm. És a többieknek is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok, üdvözlök mindenkit az első úszós horgászkupa 9. fordulóján. Ez egy rendhagyó páros hétvége volt. A mai versenyünkön három szektort díjaztunk, szektor 1-2-3-akat, és összességében nagyon szép fogások születtek. 16-an gyűltünk össze, ebből 15-en horgáztunk, és összesen 664 kg halat zsákmányoltunk. Átlag 40 kilós fogások születtek, és akkor kezdeném a szektor 3-akkal. A B szektorban harmadik lett Tomozi Alexandra 37.900 grammal. Gratulálom. Harmadik lett Tóth Péter 52.400 grammal. Harmadik lett Hegyes Zoltán 41.400 grammal. Eléggé szoros verseny alakult ki. 62.060 grammal Nagy József mindösszesen 180 grammal maradt le az első helyről. Gratulálunk neki! Kis Csabi 61.960 grammal második lett szintúgy. Cserna Csaba 69.990 grammal második lett. 62.240 grammot fogott Rizmájer József. Gratulálunk neki! És ezzel nyerte is szektorát. 78.840 grammal én végeztem a B-szektorban. Köszönöm szépen! És a verseny nyerte 79.900 grammal Ribi Tamás. Szép volt, Tomi! Nem csak Tominak, hanem minden résztvevőnek is gratulálunk.